Szeretném megmutatni másoknak, hogy nem szabad félnünk, és ki kell állnunk az egyenlő jogokért. Mert szeretni emberi jog. Így is lehet élni. Szabadon és békében. Hogy üzenjünk a kormánynak, hogy mit vagyunk, és nem megyünk sehova. Bújjunk elő, lássanak bennünket. Hogy emlékeztessem magamat, hogy nem vagyok egyedül. Számomra a Pride a támogatás. Minden egyes rágásértő mondatra jut egy támogató baráti kéz. A világ nem csak rózsaszín vagy kék, hanem számtalan színből áll. Azért megyek a Pride felvonulásra, mert a kormány szerint a hetero emberek egyenlőbbek, mint mások. Nem csak önmagamért állok ki, hanem azokért, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, és senki sem érti meg őket. Rájöttem arra, hogy amit a média mutat be a másságról, az nem mindig a valóságot tükrözi. Ezért gyertek el a felvonulásra, idén Gergő és én biztos, hogy ott leszünk. Hogy megmutassuk, hogy itt voltunk, itt vagyunk és itt leszünk. Egy családként, közösen, együtt. 15 évvel ezelőtt az első Pride-omon az volt fontos, hogy én lássak LMBTQ embereket, és találkozzak olyanokkal, akikkel együtt felfedezhetem a világot. Most viszont az a fontos, hogy minket lássanak, hogy lássák az emberek, hogy sokan vagyunk, hogy itt vagyunk, és hogy nem lehet a jogainkat lábbal tiporni. Szeretnék kiállni a saját és a közösségem jogaiért, és igenis meg kell jelenni egy ilyen eseményen, és megmutatni magunkat, hogy igenis létezünk, és itt vagyunk. Azért tartom fontosnak a Budapest Pride felvonulást, hogy megmutassuk magunkat, hogy láthatóak legyünk, és hogy láthassák az emberek, hogy milyen sokszínű a közösségünk. Én azért jövök el minden évben a felvonulásra, mert hiszek abban, hogy egyszer mind egy olyan világban fogunk élni, ahol teljes az LMBTQ emberek társadalmi elfogadottsága, és ahol senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés, nemi identitása vagy szexuális irányultsága miatt.